Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó látni, hogy ennyien összegyűltünk. Ezen a számunkra nagyon-nagyon fontos eseményen. Nagyon sok munka van mögöttünk, ahogy ezt Árpád is elmondta, és most nagyon jó itt állni. Bár aggódunk, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen sokan megtiszteltetek bennünket. Nagyon sok érzés, nagyon sok gondolat kavarok bennem, de valami úgy döntöttem, jobb, hogyha öt dologról beszélek csak. Öt kérdést teszek föl, és megpróbálok rájuk válaszolni. Aztán majd, ha sikerül, vagy nem. Az első kérdés az lesz, hogy miért alakultunk pártá. A második kérdés az lesz, hogy mi az én szerepem ebben az egészben. A harmadik kérdés az lesz, hogy miért vagyunk mások, hiszen annyi párt van. A negyedik kérdés az lesz, hogy mik a mi ügyeink. Mi a programunk. És végül az ötödik kérdés pedig az lesz, hogy hogyan tovább, mi vár ránk itt a következő hetekben és hónapokban. Kezdjük az első kérdéssel, miért alakultunk pártá? Hát erre van egy nagyon gyors és rövid válasz, azért, mert senki nem képvisel bennetek. Vártunk, és nem találtunk olyan pártot, amelyre jó szívvel tudnánk adni a voksunkat. És úgy döntöttünk, hogy segíts magadon és Isten is megsegít, akkor már képviseljük magunkat. Ez a válasz igaz, de nyilván nem kielégítő, úgyhogy egy picit mélyebbre ásnék, hogy megmondjam a választ, hogy megadjam a választ erre az első kérdésre. És ehhez segítségül Tölgyesi Péternek az egyik nemrégiben tett nyilatkozatát hívom. Ő ugyanis azt mondta nem is olyan régen, hogy Magyarország egy frusztrált ország, mert nem teljesültek a rendszerváltásnak az ígéretei. És ezért frusztráltak vagyok. Én azt hiszem, hogy sajnos Tölgyesi Péternek igaza van. Nem is akarom ennek az igazság tartalmát vitatni, csupán két kiegészítést szeretnék tenni, úgy, hogy az igazság tartalmát nem fogom csorbítani. Az első kiegészítésem az, hogy szerintem nem a rendszerváltás óta vagyunk frusztráltak. Több mint 100 éve. Több mint 100 éve vagyunk frusztráltak, és ha megkérdezzük azt, hogy pontosan miért vagyunk ennyi ideje frusztráltak, akkor nyilván lehet nagyon sok külső okot találni. Elképesztő sok trauma ér bennünket, világháborúk, belsőleg is számtalan véres sebet ejtettünk egymáson. Igazából azt mondhatnánk, hogy mi mások lennénk, ha nem frusztráltak. És ez igaz, ez mindig igaz, de én ebben érzek némi felelősségkerülés, felelősséghárítás. Mintha azt akarnánk ezzel mondani, hogy hát nem tehetünk róla. Ilyen lapokat osztott nekünk a 20. század. És én azt gondolom, hogy ez csak fél igazság. Van egy másik dolog, amit szeretnék így megkérdezni magunktól, hogy nem lehet, hogy azért vagyunk frusztráltak, mert az elmúlt 100 évben túl a traumáinkon, meg a történelmen nem beszéltek velünk soha őszintén. Hogy a politikai vezetőink folyamatosan hamis illúziókba kergettek bennünket. És persze a hamis illúzió előbb-utóbb nem teljesül, és aztán frusztrációt szül. Egészen más volt a Horthy rendszernek a hamis illúziója, egészen más volt a Rákosi rendszernek a hamis illúziója, a Kádár rendszernek is más volt, a Gyurcsány éveknek is, és a mostani Orbán rendszernek is. Mások ezek a hamis illúziók, kortól és ideológiai irányultságtól függően változnak. De van egy közös gyökerük. Van egy ősbűn bennük. Van egy ős illúzió. Ami pedig nem más, hogy azt hisszük, nekünk nincs dolgunk ezzel az egésszel. Majd a nagy ember, majd ő megoldja. Az illúzionista, majd ő megoldja. Nekünk semmi más dolgunk nincs, mint követni őt. Mi nem akarunk változni. Változás nélkül jön az eredmény. És ezen folyamat során szépen eljutottunk oda mára, hogy a magyar társadalom egy jelentős része nem is akar változni. Úgy van vele, hogy nagyon jó lenne a világ, az én javamra változna meg a körülményeim, meg a környezetem, de én aztán nem fogok változni, még azt kéne. És lehet, hogy nem szerencsés egy újonnan alakult párt zászlónyitó kongresszusán az elnöknek egyből itt azokat ostorozni magunkat, akiknek a szavazataira vágyunk, és akinek a szavazatait kérjük majd. Tehát ez az igazság. Valakiknek ki kell mondania, hogy változás nélkül nem megy. Változás nélkül nincs a külvilágban sem változás. Ez az egyik kiegészítésem. A másik pedig az, hogy lehet egy közösség mentes a frusztrációtól, hogyha nincsenek céljai.
Mert pedig én azt hiszem, hogy ma a magyar társadalomnak nincsenek céljai, vagy nincs célja. Az Európai Unió csatlakozás talán még az utolsó ilyen célnak volt nevezhető, azóta mi a célunk? Az ország egyik fele arra vár, hogy a NER örökké létezzen, a másik fel az, hogy holnap megszűnjön. És hogy ezeket a felszínes politikai célkitűzéseket most elfelejtjük egy pillanatra, és őszintén magunkban nézve megkérdezzük, hogy mi a mi célunk, mint Magyarország, mint magyarság, mint közösség, akkor erre nincs válaszunk. Pedig a céltalanság az egyéni szinten is, de közösségi szinten is pokol. És hogyha van valakinek, vagy egy közösségnek jó célja, az meg gyógyító erő. És remélem, hogy ezekből már így kezd körvonalazódni, hogy miért is alakultunk párttá. Van egy rossz, meg van egy jó hírünk. A rossz hírünk az, hogy változni kell. Ez nagyon nehéz. Pláne azért, mert ugye, ha a külvilágban szeretnénk változást, akkor azt először magunkban kell kezdeni. De van egy jó hírünk is, hogy van olyan cél, és lehet olyan cél, amiért érdemes változni. És ez nem más, mint a második reformkor. Az első reformkort nem az UFO-k hozták létre. Ez nem egy hamis illúzió, mert esetleg néhányokban felmerül, hogy úristen, hát második reformkor hol vagyunk mi ettől. Hát nagyon távol ez, ez ivos. De az első reformkort kik hozták létre? Kik csinálták meg az első reformkort? A mi dédszüleinknek a dédszülei. Tehát végül is mi. És ebben az egészben az az örömhír, hogy akkor talán mi is képesek lehetünk újra egyre, egy második reformkorra. Változásra van szükség, ennek a változásnak végre lehet célja. Ezért alakultunk párttá. Ezért hoztuk létre ezt a politikai közösséget. Persze, van, aki szerint minden rendben van. Van, aki szerint, jelesül a kormányfő szerint, Magyarország flow-ban van. Ugye a flow az egy pszichológiai fogalom, áramlást jelent. Akkor szokott megvalósulni a flow, amikor elfelejtjük a félelmeinket, a szorongásainkat, az aggodalmainkat, az aggájainkat, a kiszerűséget, kisítőségünket, a démonainkat. Megszabadulunk az összestől, és egyszer csak elkezd bennünk áramlani az energia. És az energia olyan szinten kezd már el áramlani bennünk, hogy már nem tudunk vele mit csinálni, mint hogy teremteni kell vele valamit. És elkezdünk olyat teremteni, alkotni, amiről nem is tudtuk, hogy képesek vagyunk rá. Ez a flow. Ez az emberi csúcsérmény. És a kormányfő szerint Magyarország flow-ban van. Hagyok egy kis időt. Nem tudom, bizonyára sokaknak megvan John Travoltának az a mémje, amikor bejön ugye a képbe, és körülnéz jobbra-balra, keresi azt, amit aztán nem talál. Most kicsit én is így vagyok, hogy nézek jobbra, nézek balra. Milyen flow? Hol van ez a flow? Cash flow-t akart mondani a miniszterelnök úr esetleg? Mert volt egyébként már a magyar történelemben flow, valóban volt, pontosan a reformkor idején, 200 éve. Akkor teremtettünk, akkor találtunk közös ügyeket, akkor áramlott a magyarságban rejlő teremtő erő. Csak az a probléma a jelenből kiindulva, hogy a flow-nak vannak feltételei. Az egyik ilyen feltétel például az, hogy nyugalom kell hozzá. Egy frusztrált országban, ahol állandó törzsi háborúskodás van, állandó harci zsivaj van, állandó karaktergyilkolászás van, állandó bulvárpolitika van, ott nincs flow. Ott tényleg frusztráció van. Meg irigység, meg sebzettség, meg fáradtság. És így szépen lassan Magyarország a vagyok országává válik. Ugye szoktuk azt mondani magunkról büszkén, hogy a magyar még a jéghátán is megél. Megélne, hogyha a másik magyar csákánnyal nem verné a lába alatt szét a jeget. És ugye nekünk ebben a frusztrált társadalomban a másik öröme már nem öröm. Nem tudunk őszintén örülni a másik örömének. Nekünk a másik öröme igazából szomorúság. A másik szomorúsága, az már öröm. Akkora öröm, hogy még a saját szomorúságunkat is elfelejtjük. Ez a vagy-vagyok országa. Vagy ide állsz, vagy oda állsz. Lehet választani, vagy sorosista valaki, vagy Orbánista. Ebből a kettőből lehet választani bárkinek. És akkor megint kénytelen vagyok ide hívni John Travoltát, hogy segítsen nekünk, keressük meg, hogyha az egyik oldalon sorosistának lehet lenni, a másik oldalon meg Orbánistának lenni, akkor én hol vagyok? Mi hol vagyunk?
Azok, akik szeretnének végre a zártok helyett hidakat, akik a törzsi háború helyett végre értelmes, konstruktív, közös munkát szeretnének, akik a második középkor helyett a második reformkor irányába szeretnének menni, akik a félelemben láncolt, vagy a félelmekben láncolt Magyarország helyett önszerveződő Magyarországot szeretnének, akik az önteltség és az önutálat közötti ingázás helyett végre megállapodnának egy önbecsüléssel rendelkező társadalomnál, akik sem sorosisták, sem orbánisták nem szeretnének lenni, akik élni szeretnének és élni hagyni másokat. Mi? Mi hol vagyunk? És erre a válasz az, hogy mától itt vagyunk. Mától itt vagyunk. Mától van egy talpalatnyi föld a lábunk alatt, amelyre fölálltunk, és a feladatunk pedig az, hogy ezt a talpalatnyi földet minél nagyobbá tegyük, hogy minél többen rá tudjanak állni. Ezért alakultunk bátran. És mielőtt elmondanám, hogy hogyan is szeretnénk ezt a talpalatnyi földet növelni, és meghívni másokat a második reformkorért zajló küzdelembe és munkába, ahogy ígértem, először tisztázni kell azt, hogy mi is az én szerepem ebben az egészben. Nem szerencsés, hogyha egy politikus vagy egy párt magáról beszél, és mi nem is fogunk. Borzasztó, amikor a politikusok vagy a pártok el vannak foglalva önmagukkal. Mi az ügyeinkkel szeretnénk foglalkozni, és ezt is fogjuk tenni. De itt és most, a mai napon nyilván nem kerülhetem meg, hogy ne ejtsek szót arról, hogy miért is állok itt. A pozícióm szerint nagyon egyszerű a válasz, ennek az új közösségnek az elnöke vagyok, nagyon köszönöm a bizalmat, nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben a közösségben már most tag, vagy aki majd a jövőben tagja lesz, vagy aktivistája, vagy segítője. A legjobb tudásom szerint fogom vezetni ezt a közösséget, amíg élvezem a bizalmát is. Mindenféle nagy képűség nélkül mondhatom, hogy nem újdonság nekem egy közösséget vezetni. Van benne tapasztalatom. 2018-ban viszont, amikor lemondtam és kiléptem a politikából, akkor volt erre három okom. Sokszor elmondtam már, de itt is érdemes elmondani. Az egyik okom az volt, hogy megígértem. Lehet, hogy ez Magyarországon így nem számít olyan fontos dolognak, én azért szerettem tartani a szavamat és betartottam. A másik dolog az volt, hogy láttam, hogy jön az összefogás. És én ebben sem erkölcsileg, sem gyakorlatilag nem akartam részt venni. De láttam, hogy jön, láttam, hogy nagyon sokan szeretnék, és úgy éreztem, hogy ne legyek én ennek akadálya. Inkább hátrébb lépek és nem veszek benne részt. Ez nem az én időm. És a harmadik ok, és itt most ez a legfontosabb, az volt, hogy csomó kérdőjel volt bennem. A mondataim egy jelentős része kérdőjellé alakult, egyszerűen úgy éreztem, hogy nem értem a saját országomat, nem értem a saját társadalmamat. Hogy nekem időre van szükségem, gondolkodnom kell, kérdőjelekkel nem lehet vezetni a politikai közösséget. És én nem akarom azt mondani, mert nyilván nem lenne igaz, hogy most már nincs kérdői mondat bennem, hogy nincsenek bennem kérdőjelek. Ez az nagy baj is lenne, ha valakiben nem lennének, vagy nem maradnának kérdések. Az egész világot a kérdések viszik előre. Bennem is maradtak. De ahhoz, ami a politizáláshoz szükséges, ami ahhoz szükséges, hogy mondjuk most én itt álljak ennek a pártnak az elnökeként, ezek a mondataim kijelentő mondatok. Ezeket a mondatokat megtaláltam. És ez nagy örömmel és nagy energiával tölt el. Persze, hogy én mit érzek legbelül, az nyilván nekem fontos, de a politikában nem ez számít. A politikában az számít, hogy mit gondolnak rólam mások. És ugye ez az igazi kérdés. És ne is kerüljük meg ezt a kérdést, boncoljunk egy picit engem itt most élve. Mit gondolnak rólam az emberek? Időnként elmerülök a kommentmezőben. És ott találkozom sokféle gondolattal, de ez a sokféle gondolat két pontba gravitál, egymás alatt, egymástól nem zavartatva. Az egyik azt mondja, hogy elárultál bennünket, Gábor, mert összeálltál Orbánnal. És jön alatt a másik mondat, elárultál bennünket, Gábor, mert összeálltál a Gyurcsánnyal. Ezek így egymás alatt, egymástól nem zavartatva. És megint ide hívhatnám szegény John Travoltát, hogy segítsen, hogy akkor most mi az igazság. De nem teszem nyilván, mert azt hiszem, hogy az ilyen kommentmezők világából jövő dolgokat körülbelül úgy kell kezelni, mint a sportolókkal lelátói bekiabálásokat. Tudjuk, hogy léteznek lelátói bekiabálások, tudjuk, hogy azok nagyon karcosak, tudjuk, hogy azok nagyon
érzelemteliek, tudjuk, hogy sokszor tele vannak gyűlölettel, azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor nem is rólunk szól, hanem arról, aki mondja, és ezért jobb, hogyha az ember inkább a munkájára koncentrál. De én nyilván nem akarom megkerülni sem ezt az egész kérdést, és nem akarok itt a komment mezőben kialakult véleményekkel takarózni. Mert igenis vannak a magyar társadalomban velem kapcsolatban különféle aggályok, különféle fenntartások. Ezek is két csoportra, szerintem legalábbis nagyjából két csoportra oszthatók. És ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy tartozunk két bocsánatkéréssel. Vannak olyanok ma Magyarországon, akik nem tudják megbocsátani nekem, hogy valaha nemzeti radikális voltam. És ezt már többször megtettem, és most is megteszem, és ha kell, akkor megteszem máskor is. Szeretnék elnézést kérni és bocsánatot kérni azoktól, akiket én valaha bármilyen hovatartozásukban megsértettem, vagy megbántottam. Aztán vannak mások, akik meg azt nem tudják megbocsátani, hogy már nem vagyok nemzeti radikális. Ők úgy érzik, hogy elárultam őket, cserben hagytam őket. Azzal, hogy egy más értékrendben kezdtem hinni, egy más értékrendért kezdtem el dolgozni, vagy azért, mert éppen lemondtam. Úgyhogy most tőlük is bocsánatot kérek. Ha bárkit én a politikai pályafutásom során, a politikai változásom során megsértettem, megbántottam, és úgy érezte, hogy cserben hagytam, tőle is bocsánatot kérek. És nyilván tudnék érvelni magam mellett. Meg tudnám magyarázni, hogy szerintem miért nincs igazuk, de nem akarok. Nem akarok a múlttal foglalkozni, nem akarom a múltat megnyerni, ugyanis ez a közösség nem azért választott engem vezetőjévé, és nem az a feladatom ebben a pozícióban, hogy a saját múltamat megnyerjem. Az a dolgom, hogy a jelennel foglalkozzunk, és a jövővel foglalkozzunk, és azt próbáljuk a lehető legjobban a második reformkor felé tolni. 5 éven keresztül gondolkodtam, 5 éven keresztül próbáltam minden magamban átrágni, átgondolni, újra gondolni, és ami ebben az egészben a legfontosabb üzenet, hogy ezt nem egyedül tettem. A másik reformkor közössége nem rólam szól. Ez egy közösség. Ez nem rólam szól, és lehet, hogy a elkövetkezendő napokban még azok lesznek a híradásokban, hogy Vona Gábor visszatért. És az elmúlt napokban is ezt lehetett olvasni, de ez szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy tévedés. Itt nem csupán arról van szó, hogy Vona Gábor visszatért, itt arról van szó, hogy a mai nappal egy új politikai alternatíva született. És lehet, hogy most sokan erre ezzel kapcsolatban szkeptikusak. Azt gondolják, hogy húha, hát azért ilyet kijelenteni egy zászlóbontó gyűlésen egyből az elején, hogy új alternatíva született, mire alapozod ezt a Gábor? Úgyhogy ez a harmadik kérdésem, a magam ügyét magam mögött hagyva, miért gondoljuk azt magunkról, hogy alternatíva vagyunk? Több okom is van rá, vagy több okunk is van rá. Jogi értelemben egy párt vagyunk. A második reformkor egyesület, második reformkor párt alakult. De mi leszünk az a párt, és mi vagyunk az a párt, amelyik nem pártként fog önmagára tekinteni. Nekünk az első helyen az ügyeink lesznek. Azok az ügyek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a második reformkor felé tudják vinni az országot. Ezek vannak az első helyen. A második helyen van az a közösség, ami nem csak a pártagokat jelenti, az a közösség, aki ezeket az ügyeket sikerre tudja vinni. És a harmadik helyen van csupán az, hogy párt vagyunk. Nekünk ez nem olyan fontos. És ha az élet úgy kívánja meg, hogy civil szervezetek szintjén működjünk, vagy civil szervezetekkel működjünk együtt, vagy úgy viselkedjünk, mint egy mozgalom, vagy mint egy érdekképviselet, vagy mint egy szakszervezet, akkor úgy fogunk viselkedni. Nagyon-nagyon szeretnénk kitörni ebből a szűkre szabott pártszerű működésből. Nekünk ez egy kényszerzúban, vagy egy szükséges rossz. És nem ideológiák és nem oldalak mentén szeretnénk politizálni. Elfogadjuk azt, hogy mindegyik ideológiának és mindegyik oldalnak vannak értékei, fontos értékei, de mindegyik mélyén ott van egy toxikus kísértés, ami előbb-utóbb legyőzi az összeset. Ez pedig nem más, mint hogy csak nekem lehet igaza. Csak a mi oldalunknak van igaza. A másik az buta, a másik az ostoba, a másik az hülye. A másik az gonosz. Előbb-utóbb minden ideológia és minden oldal így végzi. És még úgy szeretnénk kitörni. De sokkal magasabb, sokkal megértőbb rátekintésből kívánunk a politikai ügyekkel foglalkozni, és ez nem izmus, nem ideológia és nem oldal, hanem ahogy már többször elhangzott a mai napon mások szájából is, ez egy politikai szemlélet, a reformkoriság.
ami akár azt is fölvállalja, hogy igen, lehet, hogy ebben nem nekünk van igazunk. Meg lehet bennünket győzni. A közös ügyeket keressük. A közös konstruktivitást, a közös vita lehetőségét. Félemerem kimondani a közös kompromisszumot, a közös teremtés, a közös cselekvés. És itt hagyjálok meg egy pillanatra tényleg a kompromisszum szónál. Hát egy nyelvrontás zajlott le ezzel a kifejezéssel kapcsolatban. A kompromisszum már a Magyarországon negatív fogalom lett. Önfeladás. Ugyanis a kompromisszum ugye egy hátralépés kellett. Valaki hátralép, hogy kössön meg a másik is. De hogy mi hátralépjünk? Na hát, azt biztos nem teszem meg. És akkor inkább ugyanott marad az egész ország egy helyben. De itt senki nem lépne hátra egyet se, és senki nem lenne hajlandó kompromisszumra, pedig a kompromisszum valójában csak első ránézésre hátralépés. Azért lépünk hátra egyet, hogy aztán közösen lépjünk kettőt előre. És vissza kell adni ennek a szónak, nem csak szavak szintjén, hanem a gyakorlat szintjén is a becsületét. És igen, a konstruktivitás, a közös vita, a közös cselekvés, a mi éltető erőnk. És most itt majd legyek nagyon provokatív. Hogy nyomjak be ilyen trigger gombokat. Ha nekünk az ügyeink mentén, vagy az ügyeink érdekében együtt kell működnünk pártokkal, és akkor most jönnek itt a... Ha akár a DK-val kell együtt működnünk az ügyeink mentén, és akkor az egyik tábor már kezd egyre feszülten lenni. Vagy ha a Fidesszel kell együtt működnünk az ügyeink mentén, és most a másik tábor is egyre feszülten, akkor megtesszük. Bármelyik pártal, bármelyik civil szervezettel, mert nyilván az összes többi pártal hajlandóak vagyunk együtt működni az ügyeink mentén, az ügyeink érdekében. De egyikkel sem fogunk politikai szövetségre lépni. Nekünk van egy saját szemléletünk, van egy saját jövőképünk, vannak saját ügyeink, van egy saját identitásunk, ami azért hát nem gyakori a mai magyar közéletben, és mi erre büszkék vagyunk, és ezt szeretnénk óvni, védeni. Ezért tiszteletben tartjuk mindenkinek az érdekeit, értékeit, programját, de senkivel sem készülünk politikai szövetségre, a saját utunkat. A következő dolog, amit itt az alternatíva képzés mellett fölhoznék magunk mellett. Ma azt gondoljuk pártnak, hogy van néhány ember, vagy sok ember, akik összeállnak egy politikai pártán, és ők onnantól kezdve elrejtik azokat a dolgokat, amiben nem értenek egyet. Hogy észrevegyük meg kizárólag. El kell rejteni. Mindenkinek mindenhol, mindenben ugyanaz a véleménye. Ezt hívjuk pártnak. Nem mondjuk így direktben, de valójában gyakorlatban tényleg ez a lényege, a párt mindig, mindenhol, mindenben egyetért. És ez egy izzadságszagú hazugság. Normális ez egyébként? Így fölteszem így nagyon egyértelműen a kérdés, hogy normális az a közösség, ahol mindig, mindenhol, mindenki, mindenben egyetért? Ez egy beteg közösség. És hogyha ez igaz, akkor a pártok jelen pillanatban beteg közösségként működnek, mert azt gondolják, hogy ez a normális. Ez egy frusztrált országban van. De mi ebből a kollektív hazugságból is ki akarunk lépni. Nem fogjuk rejtegetni, ha valamiben nem értünk egyet. Sőt, nem hogy nem fogjuk rejtegetni, meg fogjuk mutatni. Büszkén fogjuk megmutatni, hogy ebben és ebben és ebben nem értünk egyet. Azt a mindent. Föl kell, annak másnak föl kell. És mi ugyanúgy közösség leszünk. Pedig sok dologban nem értünk egyet. Lehet, hogy ezt a politológusok, a média, vagy akár a szavazók egy nagy része először nem fogja érteni. Milyen párt az, amelyik egy számomra fontos kérdésben nem mond át, vagy mit? Ez egy normális párt, amelyik elfogadja, hogy az élet bonyolult, és hogy nem lehet mindig mindenre azonnal át, vagy mit mondani. Mert hogy miről is van szó? A második reformkor közösségnek vannak közös ügyei, amiről mindjárt beszélni fogok. Vannak közös ügyeink, amik összekötnek bennünket. Ez tesz bennünket közösségé. És emellett van egy csomó olyan dolog, amiben meg nem értünk egyet, mert vannak különféle árnyalatok, különféle nézőpontok, különféle értékrendek, és ezekben meg konstruktívan vitázunk, de ez is közösségé tesz bennünket. Sőt, igazából ez tesz bennünket közösségé, hogy még ezt is el tudjuk viselni. Hogy még így is együtt tudunk dolgozni. Hogy még így is azt érezzük, hogy ennek ellenére összetartozunk. Ennek ellenére mi egy közösség vagyunk. És akkor megint fölteszek egy kérdést magunknak. Nem így kellene működni az országnak is? Nem ez lenne a normális egy ország esetében is, hogy vannak közös ügyeink, amelyek összekötnek bennünket,
amelyek által megéljük a közösséget, és vannak dolgok, amiben meg nem értünk egyet itt az országban, de azokat konstruktívan, kulturáltan meg tudjuk vitatni, lehet, hogy nem jutunk dűlőpontra, lehet, hogy kompromisszumra jutunk, ennyi. Így kéne működni talán egy országnak, nem? És itt és most szeretnék egy megoldó kulcsot adni a politikához. Sokszor van az, hogy az emberek azt mondják, hogy hát a politikusok mondanak mindenfélét, honnan tudja még, hogyha majd kormányra kerül, akkor mit fog tenni? Hát már annyiszor átvertek bennünket. Nekem erre van egy megoldó kulcsa. És közkincsét teszem. Ha valaki kíváncsi arra, hogy egy párt milyen lesz kormányon, és mit fog csinálni kormányon, semmi más dolga nincs, mint meg kell nézni a pártot. Hogy hogyan működik a párt. Ennyire egyszerű. És be is bizonyítom. A 2000-es években ugye a szocialista kormányok vezették Magyarországot. Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai kormányok. Milyen volt akkor ez a MSZP, ez a szocialista párt? Ilyen frakciókra szakadt, platformokra szakadt, egymást kiátszó, egymást feljelentő, egymást taposó, mindenféle, ilyen össze-vissza párt volt. És aztán kormányra kerültek, és milyen országot csináltak? Egy össze-vissza országot. Aztán jön 2010, kormányra kerül Orbán Viktor, és sokan nem értették, hogy a polgárosodás régi nagy híve hogy valósított meg egy ennyire egyeduralmi, ennyire feudális társadalmat, országot, államot, mint amilyen a NER. Meg kellene nézni, hogy milyenné tette Orbán Viktor a Fidesz 2010 előtt. Egy egyeduralmi, autokratikus pártá, ahol mindenről ő dönt. Amikor 2010-ben ő kormányra került, semmi más nem csinált, mint a pártja képére formálta az egész országot. És itt ez azért fontos, mert érdemes ezzel a szemmel megvizsgálni a pártokat. És a mi pártunk ajánlott, ami csoda? Milyen a mi pártunk? Vannak közös ügyeink, amelyek összekötnek bennünket, amelyekért közösen küzdünk, közösen dolgozunk, és emellett meg vannak közös vitáink, amiben nem értünk egyet. Lehet, hogy nagyon nem értünk egyet. Viszont ha megpróbálunk kompromisszumot találni, vagy ha nem tudunk, akkor folytatjuk a vitát. Ez a mi ajánlatunk Magyarországon. Ez az önszerveződő Magyarország, ez a második reformkor, így működik a mi pártunk, és ezt az ajánlatot tesszük az országnak is. És én tisztában vagyok a korlátaikkal. És nem csak én, mert mindannyian tisztában vagyok. Most indul ez a párt. A nulláról. Nincs médiánk, nincs pénzünk. Teljesen az elejéről kezdjük ezt az egészet. Nem jók az otcok nyilván ilyen állapotában egy politikai közösségnél. Sőt, itt csak arról van szó, hogy nulláról kezdjük, hanem arról van szó, hogy az a jövőkép, amit mi képviselünk, meg a jelenlegi közhangulat, az nagyon-nagyon távol áll egymástól. Tehát a jelenlegi Magyarország frusztrációja és a második reformkor emelkedettsége az tűz és víz. Amikor azt mondom, hogy a második reformkor a legszebb, a legtisztább, a legfelemelőbb jövőkép, akkor azt is hozzá kell tegyem, hogy sajnos a legtávolabb is. A legtávolabb. Vagyis nagyon-nagyon sok munkára van szükség. Lényegében mondhatnám azt is, hogy kis színpadon vagyunk. Ez a közösség, ez a politikai közösség kis színpados. Csak ezt mi nem szégyeljük. És megint, hogy nemhogy nem szégyeljük, hanem büszkén állunk fel erre a kis színpadra. Büszkén állunk fel erre a kis színpadra, és tudjuk azt, hogy nem fogunk tömegeket odavonzni. A kis színpad körül nincsen tömeg. Csak mi nem a tömeget keresünk. Mi a helyes utat keresünk. És amikor fölépünk a kis színpadra, büszkén, akkor azért van bennünk remény, és van bennünk hit, hogy majd egyszer ott állhatunk a nagy színpadon is. De azért, hogy odaálljunk, mi nem fogunk taposni, nem fogunk tolakodni. Nem fogjuk fölhazudni magunkat a nagy színpadra. Nem fogunk lemenni kutyába a nagy színpadért. Hanem várunk és dolgozunk. Akkor legyünk a nagyszínpadon, ha megértünk rá, és akkor legyünk a nagyszínpadon, ha az emberek akarják. Addig mi a kis színpadról tesszük azt, amit helyesnek és jónak gondolunk. És én azt hiszem, hogy ezt hívják alternatívának. És most már itt beszéltem kis színpadról, meg a lemezborítót is úgy, ahogy bemutattam, és már talán a tracklistára lenne illő térnem, milyen dalaink vannak, milyen nótáink, nagyon jók, és nagyszínpadon fognak majd igazán jól hangozni. De kis színpadon is erősek. Pár olyan dolgot hagyd mondjak előjáróban, ami
Ugye politikai szemléletről beszélünk, de mit is jelent ez az új politikai szemlélet? Például jelenti azt, hogy egészen új viszonyt akarunk kialakítani a nemzet fogalmához. Elhangzott már Emese beszédében, hogy egyetemes magyarságban gondolkodunk. Ebbe beletartozik az anyaországi magyar, határon túli magyar és a külföldön élő magyar is. Mindegyik egyenlő, amit mi szemünkben. És bármilyen politika, vagy bármilyen politikával, amelyik ebből a háromból bármelyiket ki akarja szakítani, vagy bármelyiket a másik kettővel szembe akarja fordítani, vagy kettőt az egyikkel, annak mi nagy ellenfelei leszünk. Számunkra az egyetemes magyarság mindhárom része egyenlő. És itt is most fontos elhangozni annak is, hogy a kisebbségeknek a 21. században szintén komfortosnak kell érezniük ebben a nemzetfogalomban magukat. És igen, a legnagyobb kisebbségnek a cigányságnak is. És a 21. században a cigányság kapcsán már nem elég felzárkóztatásról beszélni. Az a cél, amit mi kitűzünk, ami a másik reformkor célja, az az egész ország célja, és így a cigányságé és a polgárosodás. Hogy kiszabaduljon a cigány kisebbség a politikai karmok közül. És valóban független tudjon lenni. És jól érezze magát Magyarországon is. Ő is úgy érez, hogy ennek a nemzetnek a része. A másik dolog, ami szintén egy új viszonyulása, külpolitikai helyzetünkkel, a világban való helyünkkel kapcsolatos. Ugye évezredes ez a kelet-nyugat játék, most is zajlik, éppen kelet felé tartunk. Nekünk ebben nagyon határozott állításunk van. Magyarország a nyugathoz tartozik, és Magyarország a nyugati szövetségi rendszernek a része. Ezért mi kulcsfontosságúnak tartjuk azt, akármennyire is Soros István jelzőt érez az Origón, kulcsfontosságúnak tartjuk azt, hogy Magyarország az Európai Unióval is és a NATO-val is helyreállítsa a megromlott kapcsolatokat és helyreállítsa a megtört bizalmat. Ez számunkra kulcsfontosságú. De ez nem jelentheti azt, hogy onnantól kezdve ilyen nyugatmajmolásba megyünk át kritikátlanul, vagy kritikátlan keletgyűlöletbe megyünk át. Egyszerűen látni kell reálisan Magyarország geopolitikai helyzetét, lehetőségeit, és azt kell mondani, hogy kulturális értelemben mi vagyunk a legkeleti nyugati nép, vagy ha valakinek úgy tetszik, a legnyugati keleti. Itt vagyunk keleti és nyugat határán, de a nyugati szövetségi rendszerben vagyunk. És ebből kell főzni. És aki azt ígéri, hogy a magyar külpolitika bármikor is majd a jövőben egyszerű lesz, az hazudik. A magyar külpolitika mindig nagyon nehéz lesz. Mindig nagyon nehéz lesz. Egyszerűen nagyon szép és nagyon gyönyörű hely, tényleg egy földi paradicsom a Kárpát-medence, de nem egyszerű. Mindig bonyolult a külpolitikai képlet. És ezzel számolni kell. De pontosan ezért deklarálni kell a határokat. Mi a nyugathoz tartozunk, de ez, ahogy mondtam, nem jelent kritikátlan nyugat, nem leszünk a nyugatnak a lábtörlője, és nem jelent kritikátlan nyugatmajmolás, de felejtsük már el ezt a keleti hőscincér jelenséget is. Józan, szavatartó, szavahihető becsüléssel rendelkező külpolitikára van szükség. És még egy dolog a viszonyulásodat meg a szemléletet illetően, ami már a gazdaságra vonatkozik. Az egész világon a GDP uralja a gazdasági gondolkodást, meg úgy a politikai gondolkodást is. Ami jó a GDP-nek, ami növeli a GDP-t, az jó, az biztos, hogy jó. Az szuper. Pedig a GDP nőhet úgy Magyarországon, hogy közben a hazai vállalkozások tönkre mennek. A GDP nőhet úgy Magyarországon, hogy közben a környezetünk károsodik. A GDP nőhet úgy Magyarországon, hogy közben a társadalom egyre boldogtalanabb. Ezért mi azt javasoljuk, hogy ne csupán a GDP-t mérjük, ez fontos, ez is egy mérőszám, és mi nem akarjuk ezt kivenni a papírból. Persze itt is vannak ennél jobb mérőszámok, vagy lehetnének, de mérjük a gazdaság teljesítményét, csak ez legyen három irányú teljesítménymérés. Mérjük a gazdaságot, de mérjük az ökológiai lábnyomot is, hogy amit teszünk, az mit tesz a környezettel, és mérjük a társadalom állapotát, a társadalmi jólétet és a társadalmi jóllétet is. És ha ez a három együtt áll, az teljesítmény. Önmagában a GDP nem. És ez megint egy új szemlélet a gazdaság irányába. És ugye már, tényleg a lemezborító hátoldalát is megmutattam, akkor jöjjenek a dalok. Aki fönt volt az elmúlt napokban a honlapunkon, láthatta, hogy 9 ügyet választottunk. Nyilván nem fogok most 9 ügyet alaposan elemezni, csak érintőlegesen megemlítem az összeset. Fölvillantsam azt, hogy mik azok az ügyek, amikben mi gondolkodunk. Az első az online népszavazás. Már civil szervezetként képviseltük ezt az ügyet. Egyszerűen nagyon világos számunkra az, hogy
a jövő vagy digitális diktatúrák, vagy digitális demokráciák irányába fog menni. És mi nyilván az utóbbi oldalán állunk, a második reformkor digitális reformkor kell, hogy legyen. Ezért tanulmányozunk a svájci népszavazások modelljét, tanulmányozunk az ész modellt, és van egy saját javaslatunk, amit be fogunk majd mutatni. Egy szó mint száz, az online népszavazás és az e-demokráciát bele kell illeszteni a magyar alkotmányosságba. Ez a 21. századnak a minimuma. A másik ügy a pártmentes önkormányzatiság. Mi leszünk az a párt, amelyik azt mondja, hogy nincs helye a pártoknak a településeknél. Hagyják békén a pártok a településeket. Válasszuk szét a helyi, meg az országos politikát. Helyi szinten helyi egyesületek politizáljanak, helyi szervezetek, pártfüggetlen szervezetek, a parlamentben meg országos pártok. És vissza kell adni az autonómiáját az önkormányzatoknak, ami nagyon-nagyon durván meg lehet írválva. Mert akkor van ennek igazából értelme. De hogyha visszaadtuk és visszaadjuk az önkormányzatok autonómiáját, hogy végre tényleg önkormányzatok lehessenek, akkor még segítsük őket azzal is, hogy vegyük ki a pártokat a jelölőszervezői lehetőségből. Jelölőszervezeti lehetőségből. A harmadik ügy. Az oktatásról nagyon sokat beszélünk, és az oktatás egy mosoha gyerek, egy válságbóc. Tényleg nagyon sok a probléma. Mi egy olyan részére szeretnénk rávilágítani, amiről viszont nagyon kevés szó esik, pedig fontos. Ez az bölcsődei és óvodai ellátás. Majdnem mindenki átesik ezzel, majdnem mindenkinek a gyereke vagy unokája belekerül ebbe, és közben óriási a baj. A szakmai utánpótlás egyre hiányosabb, a szakmai, erkölcsi és anyagi megbecsülés nem létezik, egyre inkább tolja a kormány ezt is, ahogy az oktatás és az egészségügy és a szociális szféra egészét a magán szféra irányába, és a óvodák lényegében kezdenek joghiány, mivel nem tudnak más tenni, ilyen gyermekmegőrzővé válni szükséges rosszá. És nem az óvodapedagógusoknak a hibájából, hanem mert erre kényszerít a rendszer. A számunkra ez elfogadhatatlan. Az óvodára úgy tekintünk, mint az első intézményre, amellyel egy magyar élet találkozik. A második reformkor számára az óvoda az első intézmény, és ezért kiemelt figyelmet érdemel. És ezt meg is fogjuk neki adni. Úgyhogy van egy örömhírem az óvodapedagógusok számára. Mától van egy politikai érdekvédelmi szervezetük. A negyedik ügy. Nagyon sokat hallani a kábítószer körüli vitáról. És amikor ez a vita szóba kerül, akkor ez általában a marihuánáról szokott szólni. És a világban is erről a kérdésről zajlik a vita. Ez egy fontos vita, de közben, miközben ez a vita zajlik, vidéken terjed egy láthatatlan vírus, és tesz tönkre éppen a szemünk láttára, vagy éppen anélkül, hogy látnánk egy egész generációt, és ráadásul a legszegényebb régióban, ugye a szegények heroinjáról beszélek, a herbáról és a szintetikus drogokról, amelyek külföldről jönnek Magyarországra, és alig beszélünk róluk, alig foglalkozunk velük. Ha megkérdezünk vidéki polgármestereket, hogy polgármester úr, vagy polgármester asszony, ön szerint probléma és súlyos probléma a herbár? Azt fogja mondani, hogy nagyon. Foglalkoznak vele eléggé? Azt fogja mondani, hogy nem. Ezen kell változtatni. És én tudom azt, hogy itt zajlik egy ilyen kémiai macska-egér harc, hogy viszonylag gyorsan megváltoztatják az összetételt, és már nem tudunk mit csinálni. Nem itt kell megfogni. A terjesztői láncokat kell felszámolni, ezek külföldről jönnek. És ez nem csak Magyarország, ez egy minimum regionális, de inkább európai feladat. Ezt is felvállaljuk. A következő az ötödik ügy. A személyiségpszichológusok szerint az emberi élet vonalon vannak különféle szakaszok. És amikor az egyik életszakaszból átlépünk a másikba, az egy krízis helyzet. Az egy megpróbáltatás az ember számára, és ez természetes. De van itt a magyar életvonalon egy olyan krízispont, ahol már nem csak egy válsághelyzet van, hanem egy szakadék. És ez a szakadék egyre szélesebb és egyre mélyebb. Ez pedig az a pillanat, amikor egy fiatalnak a nagybetűs életbe át kéne lépnie. Itt már nem arról van szó, hogy egy olyan fiatal, akinek a szülei nem tudnak segíteni, támogatni, az nem tudja elkezdeni az önálló életét. Itt arról van már szó, hogy azok se tudják, hogy kinek a szüleik is, pedig a szüleik tudnának segíteni. Ma már egyre inkább az az alternatív, hogy vagy elmegyek külföldre, vagy eladósodom örök életemre. A nagybetűs életbe való átlépés egyre több fiatal számára nem lehetőség, hanem megoldhatatlan probléma. És itt három irányból szeretnénk küzdeni ezzel a folyamat ellen. A lakhatás segítésével, családalapítás segítésével és a vállalkozás alapítás segítésével. És itt is örömhírem van, nem ígérjük azt, hogyha
tudjuk, akkor mi azonnal megoldjuk ezt a problémát, és mindenkinek villája lesz. Nyilván mi nem ez a párt vagyunk. De azt igenis ígérjük, hogy lesz ezeknek a fiataloknak végre a politikában egy érdekképviseletük, egy szószólójuk, és azok mi leszünk. A hatodik ügy. Ha már oktatásról beszéltem, beszélni kell az egészségügyről is. Itt is nagyon sok a probléma, nagyon sok a válsághelyzet. Házi orvosok, szakellátás, járóbetegellátás, fekvőbetegellátás, mentőápolók, nagyon sok a baj. De megint egy olyan kérdést választottunk, amely kapcsán azt érezzük, hogy kevés figyelmet kap, pedig ez a legolcsóbb és leghatékonyabb egészségügyi reform. Ez pedig nem más, mint a prevenció. Mi a prevenció pártja leszünk. Három irányból fogunk ehhez a kérdéshez közelíteni. Egyrészt a szűréseknek a szélesítésével, olcsóbbá vagy akár ingyenessé tételével, ahol csak lehet. Az egészséges életmód népszerűsítésével, táplálkozás, testmozgás, és harmadik pedig a mentális egészség kérdésével. Mi leszünk a prevenció pártja? Hetedik ügy. Ezek a utolsó három az már konkrétan a gazdasággal kapcsolatos. Az első, a hetedik, de ebben az értelemben az első, az az élelmiszergazdaság kérdése, és az élelmiszer önrendelkezés kérdése. Ebben köztudottan nagyon jók az adottságaink, és az ellenzéki pártok mindegyik azt mondja, hogy talpra állítom a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, aztán amikor kormányra kerül, még lehet, hogy mondja, de már nem csinálja. Pedig a Covid és a háború felhívta a figyelmet arra, hogy az élelmiszeripar nem csupán gazdasági kérdés. Ez nemzetbiztonsági kérdés is. Azok az országok a 21. században, amelyek nem tudják garantálni akár krízis helyzetben is a saját társadalmuknak az ellátását élelmiszerrel és egészséges minőségi élelmiszerrel, azok nagyon nagy bajba lesznek. És vannak olyan országok, akiknek ez nagyon nehéz, mert nem ilyenek az adottságaik. És szégyen és gyalázat, hogy nekünk meg kitűnő adottságaik vannak, és mégis ilyen problémákkal kell küzdködnünk. Hogy nem volt elég ennyi kormány ahhoz, hogy ez nemzeti minimum legyen. És amikor élelmiszer gazdaságról, meg élelmiszer önellátásról beszélek, akkor nem csak azt mondom, hogy járuljon hozzá minél jobban a nemzetgazdasághoz az élelmiszeripar, ez nagyon fontos. De az is fontos, hogy ez ne néhány céget jelentsen, ne néhány megacéget, akiknek bejött az élet, hanem minél több magyar ember számára teremtsen az agrárium megélhetést, minőségi megélhetést, és harmadrészt pedig a magyar társadalomnak adjon akár krízis helyzetben is biztonságos élelmiszerellátást. Úgyhogy a hetedik ügyünk az élelmiszerrel rendelkezés. Nyolcadik. A világban a gazdaság kapcsán van egy súlyos paradoxon, egy súlyos ellenmondás, amit nem tudunk feloldani. Ez pedig az, hogy hogyan kényszerítsük rá a gazdaság szereplőit arra, hogy legyenek fenntarthatóság mellett, vagy hogy kötelezzék el magukat a fenntarthatóság mellett. Ugye egyre nagyobb probléma a környezetszennyezés, ezt mindannyian érezzük, de a gazdaság szereplőinek, a cégeknek, a vállalatoknak más logikájuk, más az érdekük. Ők profitot akarnak termelni, és hogyha a profit termelés során ők szennyezik a környezetet, és ezzel küzdik az egész világ. A cégek azok próbálják elkerülni mindenféle környezetvédelmi szabályokat, kiátszani, vagy greenwashinggal úgy föltüntetni magukat, hogy mintha ők nagyon zöldek lennének, vagy éppen megverni a politikusokat és átalakítani a szabályozást. Ez egy ilyen csiki-csuki játék, és nem tudunk igazából eredményt, világszinten nem tudunk ezügyben eredményt elérni. És miért mondtam ezt ilyen hosszan? Mert azt érezzük, hogy van egy pont, van egy bemeneti pont, ahol ez az egész megfordítható, vagy legalábbis mérsékelhető. Ugyanis lehet, hogy van egy olyan szereplője a gazdaságnak, ahol a fenntarthatóság érdekké tehető. És ezek a szereplők pedig nem mások, mint a családi vállalkozások. És most nem azokra a családi vállalkozásokra gondolok, amit a sajtóban látunk manapság, hanem azokra a családi vállalkozásokra, akik a saját tudásuk, szorgalmuk és kreativitásuk alapján teremtették meg a maguk vállalkozását. De miért is mondom ezt? Egy családi vállalkozás számára mi a fontos? Szeretném, hogyha ez a vállalkozás tovább adható lenne a fiamnak, aztán ő is továbbadná a fiának. Vagyis én nem csak a vállalkozást akarom továbbadni, hanem az azt körülvevő környezetet is. Az azt körülvevő ökológiai és társadalmi környezetet. Hogy fent tudjon maradni ez a vállalkozás, hogy fenntartható legyen ez a vállalkozás. Ugye az a hipotézisünk, hogy a családi vállalkozásokat kell a fenntarthatóság szövetségeseivé tenni, mert hogy ők valójában ebben érdekeltek. Ők nem csak a profitban érdekeltek, hanem a fenntarthatóságban is, vagyis egy ország gazdasági szerkezetében sok családi vállalkozás van, és működő családi vállalkozás, akkor nagyon sok szövetségesünk van a fenntarthatóságért vívott küzdelemben.
Úgyhogy mi leszünk a családi vállalkozások pártja is. A kilencedik ügy, nem lehet mindenki családi vállalkozó. Az emberek többsége munkavállaló lesz. És hogyha megnézzük, hogy milyen állapotban van ma a munkavállalók helyzete, akkor nyilván kiralom. Közben jön a digitalizációs nyomás, ugye a magyar szabályozásra most ne is beszéljünk, hogy az olcsó munkaerővel, meg a rugalmas szabályokkal veszünk részt a globális versenyben. Ugye itt van az akugyárak mániája a kormány részéről, a szakszervezetek bénultsága. Van nagyon nagy a baj. És ezért mi azt is fölvállaljuk a politikában 9. ügyként, hogy mi leszünk a politikai vitákban a munkavállalói érdekképviselet pártja. Ugye a 21. században a munkahelyek azok biztonságosabb legyenek, ne halljunk bele, amiből élünk. A munkahelyek azok méltóak legyenek erkölcsileg és anyagilag is, és biztonságos, méltó és korszerű. Na ezek voltak az ügyek, ez volt az a 9 ügy, amivel elindulunk, és fenntartjuk a jogot arra, hogy ezek az ügyek majd változhatnak. Hogy lehet, hogy lesz még 10-12 vagy már még több ügyünk. Az is lehet, hogy valamelyik ügyet megoldja az élet, bár jelen pillanatban erre túl sok esélyt nem látok, de legyünk optimisták. Tehát ez változhat, de itt és most ezzel a 9 ügyel vágunk neki a következő időszaknak. És szeretném hangsúlyozni, már a sajtómunkatársak is vannak jelen, hogy mi ezekkel az ügyekkel szeretnénk foglalkozni. Csak ezekkel lehetőleg. A sárdobálással, az egymásra mutogatással, az egymás címkézésével, a karaktergyilkolászással, a politikai bulvárral mi nem akarunk foglalkozni. Tehát hagyjanak bennünket az ügyben békén. És hogyha esetleg a sajtómunkatársai az ügyben küldenek nekünk kérdést, és mi nem válaszolunk, vagy csak szükség van, akkor kérem őket, hogy ne sértődjenek meg, ez nem valami udvariatlanság a részünkről, nem foglalkozunk vele. Ez nem a mi ügyünk. Ha az egyik, mondok egy példát. Ha az egyik politikus orrán nő egy pattanás, amiről ő azt állítja, hogy anyajegy, a másik oldal meg azt állítja, hogy szégyen volt, és ebből kialakul egy óriási nagy vita, mert körülbelül ilyen viták vannak nálunk a közéletben, és mindenki megszólal, az összes influencer, az összes párt, mindenki Facebook bejegyzést tesz közzé, lesz egy párt, amelyik nem fog megszólalni, és gondolom kitaláltatok, hogy melyik lesz az a párt, mi leszünk az a párt. Nem fogunk fölülni ezekre a hullámokra, nem akarunk majd ezekből lájkokat gyűjteni, meg lájkbajnokságokat nyerni. Az ügyeinkkel szeretnénk foglalkozni, és előre kérjük mind a társadalmat, mind a sajtót, mind a politológusokat, hogy ezzel kezeljenek bennünket. Hát ennyit az ügyeinkről, és már csak egy kérdésem maradt. Mi jön most? De ha viccelni akarok, akkor mondhatnám, hogy először is segítséget szeretnénk kérni, hogy mi ez a sok kilences. 9. hó 9-e van, 9 hónap múlva lesz egy választás 9-én, 9 ügyről beszéltem, itt is 9 emberül, itt is 9 ember, ez tényleg véletlen, így a színpadi ennyit bírt el. De már mi is kezdtünk gyanakodni itt a 9-esnek, valami dolgunk van a 9-es, hogyha van számmisztikus és megfejti nekünk, akkor ezt megköszönjük. De nyilván a viccet félretéve, ami ránk vár a következő 9 hónapban a választásokig, mert aztán a következő nem tudom hány évben, 99 évben, az munka, munka és munka. Nagyon egyszerűen. 9 hónap múlva, 9-én két választás lesz, nem 9, csak 2, lesz egy önkormányzati és lesz egy európai parlamenti választás. Az önkormányzati választáson, ahogy azt sejteni lehet, mi nem fogunk indulni, hiszen a pártmentes önkormányzatiságot képviseljük, fura lenne, elindulnánk. Azon civil szervezeteknek, amelyek viszont a helyi közéletet képviselik pártfüggetlenül, azoknak amilyen segítséget, támogatást lehet adni erkölcsileg, anélkül, hogy ez ne lépj át a pártmentesség határait, nagyon szívesen adunk, vagy legalábbis fölhívjuk a szavazópolgárok figyelmét majd arra, hogy keressék azokat a szervezeteket, amelyek nem kötődnek pártokhoz. De a mi számunkra az igazi kihívás, az igazi próbatétel az európai parlamenti választás lesz. És az európai parlamenti választásnak van tétje. Méghozzá 2, nem 9. Két tétje van, az egyik az az európai szint. Ki lesz az a 21 képviselő, aki kimegy majd Magyarországról az Európai Parlamentbe? És ezt általában így félváról veszünk, nem tartjuk olyan fontosnak, de azt hiszem, hogy most, amikor Európa tényleg komoly változások előtt áll, vagy legalábbis azt érezzük, hogy változások jöhetnek, akkor talán ez nem mindegy, hogy kik lesznek Magyarország hangjai az Európai Parlamentben. Mi ezt komolyan veszünk, lesz programunk, bár tudom, hogy ez nem nagy divat a politikában programot írni, de lesz programunk, lesznek európai ügyek. De van egy másik tétje is, és
És én ezt sem akarom elhallgatni. Ennek ugyanis semmi köze Európához. Annak ellenére, hogy európai parlamenti választásról beszélünk. Ez egy szintisztán belpolitikai tét. És beszéljük róla őszintén. A jövő júniusi választásokon eldől, hogy ki kerül föl a mennybe. Ugyanis két év múlva országgyűlési választások jönnek, 2026-ban, és vagy az lesz, hogy marad a NER meg az anti-NER, és akkor marad minden ugyanúgy, vagy lehet, és lesz alternatíva vége Magyarországon azon embereknek, akik sem sorosisták, sem orbánisták nem akarnak lenni. Ez is a tétje az Európai Parlamentnek, és az elkövetkezendő 9 hónapban ezért nagyon kérünk mindenkit, hogy ebben az ügyben segítse és támogassa ezt a közösséget, ha jónak találja a céljaikat. Úgyhogy nagyon kemény munka vár ránk, és nyilván nagyon sok minden még. De évek óta épül ez a közösség, még ha nem is pártnak épült, vagy pártnak indult az elején, de évek óta épül. És mi soha nem toboroztunk tagokat. Soha nem mondtuk azt az utcán egy standmögül, hogy gyere, állj közénk, mi majd megváltjuk a világot. Hanem mindig csak vártunk arra, hogy megtaláljanak bennünket emberek. Olyan emberek, akik felfigyelnek arra, hogy van itt egy másik Reformkor nevű civil szervezet, ami próbál valamit csinálni. Valami, ami nem része ennek a törzsi háborúskodásnak, sőt, pont annak az ellenkezője. Ezeket az embereket vártuk és kerestük, és ezek az emberek találtak meg bennünket, és így alakult lépésről lépésre ez a közösség. Így találtuk meg egymást. És milyen jó volt, hogy így tettük. Kibírtak bennünket a kalamarok. Semmit nem tudtunk adni. Semmit sem akartunk. És tudom, hogy elfogult vagyok, de egy elképesztően jó csapat jött össze. És nem akarom előre dicsérni, majd mutassuk meg a politikai küzdelmesen, mert tényleg jó csapat vagyunk, de tényleg jó csapat jött össze. És ami fontos, hogy új arcok. A magyar közéletnek az új arcai. A magyar közéletnek az új szereplői, akikre én nagyon-nagyon büszke vagyok. És nagyon hálás. És akik most néznek bennünket, vagy hallgatnak bennünket, nem biztos, hogy tudják, de egészen elképesztő munka van emögött a közösség mögött. Az, hogy most itt állhatunk, hogy ennyien lehetünk, hogy én azt gondolom, ennyire jól kitalált és átgondolt ügyekkel, programmal, jövőképpel rendelkezünk. Nagyon-nagyon sok munka volt benne. És ami különösen érdekes, hogy ebben az időszakban nagyon-nagyon sok vitát folytattunk, de nem veszekedtünk. Erre nemrég jöttem rá én is. Föl se tűnt. Nem hiányzott, arról van szó, csak föl se tűnt, hogy mi folyamatosan vitázunk egymással, de nem veszekszünk. Egyetlen egy veszekedés nem volt. Egyetlen egy nem volt. Nagyon sokat gondolkodtunk, de nem volt játszmázás ebben a közösségben. Nincs játszmázás. A legelején leszögeztük, ha valakinek valami ambíciója van, mondja ki. Legyen olyan bátor, hogy mondja ki, hogy én ezt szeretnék lenni, vagy ez a célom, mely ilyen ambícióm van. Ha valakinek valakivel problémája van, akkor mondja a szemébe, és közösen beszéljük meg, ne a háta mögött. És hip-hop eltűntek a játszmák. Nagyon sokszor elfáradtunk, de sohasem csüggettünk. Nagyon sokszor elakadtunk. De most hogyan tovább, ezt hogy oldjuk meg, vagy hogyan tudunk ezen a problémán tovább lépni, de sohasem gondoltuk, éreztük azt, hogy nem fogjuk folytatni, hogy nem fogjuk megcsinálni. Mindig tudtuk, hogy itt fogunk állni szeptember 9-én. Mindvégig tudtuk. És íme itt állunk. Illetve hát ülünk. Eljött ez a nap. És aggódva állunk itt, és aggódva ülünk itt, de büszkén. És hát ilyen azért aggódik az ember, amit szeret meg, ami fontos neki, meg amit értékesnek tart. De ezt az aggodalmat elsöpri az a tett vágy, ami bennünk van. És tudjuk, sejtjük, hogy mi vár ránk. Tudjuk, sejtjük, hogy mi jön. Nincsenek ezügyben illúzióink. De úgy vagyunk vele, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Jöjjön. Tiszták a szándékaink. Senkinek nem akarunk rosszat. Még azoknak sem akarunk rosszat, akik rosszat akarnak. Nekünk. Ellenben mindenkinek, akinek csak lehet jót szeretnénk. Jó a programunk. Miénk a leglelkesítőbb és legtisztább, bár legtávolabb jövőkép, és van egy nagyszerű csapatunk. És az a helyzet, hogy nekünk ez bőven elég. Nekünk ez bőven elég. Mi úgy érezzük, hogy nekünk mindenünk megvan, hogy ezt a munkát elkezdjük.
Ő mindenki megvan. Úgyhogy már csak egy dolog kell, hogy Magyarország is megismerjen bennünket, hogy Magyarországnak is át tudjuk adni azt a lelkesültséget, azt a lelkesedést, azt a hitet, azt a tenni akarást, ami bennünk van, és hát ezzel a lelkülettel, ezzel a szemlélettel, a mai nappal mi, akik itt összegyűltünk, kibontjuk a második reformkornak a zászlaját, és Hamvas Bélával azt üzenjük az egész országnak, hogy megcsinálni csak azt érdemes, ami lehetetlen. Köszönöm szépen a figyelmet.